Sziasztok! Üdvözlök mindenkit újra itt a Horsebook csatornán. A mai egy elég érdekes videó lesz. Sziasztok! Én Peti vagyok. Eddig a kamera másik oldalán voltam, és én vettem föl nektek az eddigi videókat. Most viszont támadt egy remek ötletem arról, hogy miről is szóljon ez a mostani videó. Amit érdemes rólam tudni, az az, hogy március óta vagyok benne a lovasvilágban, vagyis foglalkozom lovakkal Emmy hatására, és ez alatt az idő alatt nagyon sok kérdésem volt az Emmy felé, és nagyon sokat tanultam tőle, könyvekből, másoktól a lovardában, gyakorlatilag így mindennapossá vált a lovaglás és a lovak az életemben. Úgy gondoltam, főképp a múlt hétvégi budapesti Longines versennyel kapcsolatban, hogy összegyűjtök pár kérdést, pár dolgot, amit én egészen újnak találok, vagy amiknek a funkcióját nem teljesen értem, és bemutatom őket Eminek, aki el fogja magyarázni, hogy ezek miről szólnak. Amit érdemes tudni, az az, hogy Emi gyakorlatilag 500 méterről meg tudja mondani bármelyik lovasnak a felszerelését, milyen márka, mennyibe kerül a mostani piaci ára, és hogy gyakorlatilag másodkézből is mennyibe kerülnek a dolgok Franciaországban, Belgiumban és Magyarországon is. Ezért érdekelne, hogy ezek a különleges dolgok, ezek mennyire ismertek számára. Amit tudjatok, az az, hogy én ezt teljesen magamtól készítettem elő, te egyikről se tudsz, és ezért ez neked is meglepetés lesz. Tehát lehet, hogy tartok is tőle. Nagyon tarthatsz tőle, de tehát érezzétek azt, hogy ez egy teljesen improvizált feladat lesz most az Eminek. Én bízom benne, hogy vagyis hát tudom, hogy te ennek meg fogsz felállni, és csillagos ötösre fogsz vizsgázni, de azért nézzünk egy pár dolgot. Kezdjünk bele! Igen, tehát amit még el kell mondani, az az, hogy én ugye teljesen új vagyok, lehet, hogy lesznek olyan dolgok, amik mindenkinek egyértelműek, hogy mire szolgálnak, meg hogy micsodák, de esetleg vannak köztetek olyanok, akik még soha nem találkoztak ugyanezekkel a dolgokkal, és esetleg mindig érdekelt titeket, hogy mik lehetnek ezek. Az első, amit most így a képernyőn is fogtok látni, az egy kantárszerűség, amiben én úgy látom, hogy nincsen zabla, és nem teljesen értem, hogy ez hogyan működik. Ez micsoda? Hát, ha jól értelmezem, akkor ez a kép, mármint hogy a képnek a lényege itt egy hakamor, ami tulajdonképpen az érzékeny szájú lovaknak lett kitalálva, tehát itt semmiféle zabla és semmiféle szájkontaktus nincsen, viszont ahogy ugye össze van kötve gyakorlatilag egy úgymond zabla és egy orszi, tehát ez kettő az egyben, így is fogalmazhatnánk, így amikor meghúzza a lovas, vagy esetleg irányt szeretne váltani, akkor ez a lónak az orrán és az áll kapcsán vált ki nyomást, és ezáltal tudott kontrollálni a lovat. Őszintén szólva soha nem használtam hakamort, tehát erről csak ennyit tudok mondani. De ezt az angol lovaglásban használják, vagy ez western, vagy ez mi? Ezt minden, igazából westernben is és angolban is használják. Aha. Azért, mert láttam a Longines-on is, hogy pár embernek volt egy ilyen, és tök fura volt, hogy csak egy ilyen kampó állt ki a ló fejének az oldalából, és nem is láttam nagyon zablát. Tehát akkor ez gyakorlatilag az orrán keresztül nyújt ki előkifejtést. Igen. És ezt nem is használják zablával soha? Na, hát nem is tudom, hogy azt hakamornak hívják, de van olyan, ami már zablával van kombinálva, és akkor ugyanez az orr és állkapocs nyomásos dolog egyszerre. Annyit tudok, hogy például díjlovaglásban nem szabad ilyet használni, tehát ott nem. De és a Miklemnél is elmondtad, hogy azt is lehet zabla nélkül használni, az is ugyanígy működik, amikor nem. Nincs benne zabla, nem? Nem. Ami nekem van ugye, a Competition Miklem, az teljesen máshogy van, tehát oda, hogyha csak bekapcsolok két oldalra egy szárat, akkor igazából, mivel nem úgy van kialakítva, maximum egy kicsit hátrafelé csúszódik az orszi, és igazából annyi. Tehát ott egy nagyon kis erőkifejtést tud a lovas csinálni. A másik Miklemnél őszintén szólva élőben még nem láttam, de azt hiszem, hogy úgy van, hogy a tarkó szíjból, torokszíjon át jön két keresztező bőr, ami utána ugyanazon a kis csatos részen
bújik ki, és akkor azt úgy kell használni. Tehát ott egy ilyen teljesen más rendszer van kialakítva. Szerintem egyiknek sincs sok köze a hakamorhoz. És te ezt hogy nem használtad? Vagy ebben mi az a rossz, ami miatt te sosem úgy voltál, hogy ó, miklemet akarok és nem hakamor? Sose volt olyan érzékeny szájulóban. Ja, aha. Jó. Tehát okay. Én úgy látom, hogy ez olyan lovaknak van, akik nem tolerálják az ablát a szájukban, akikkel egyszerűen képtelenség úgy dolgozni, szerintem ez arra egy remek megoldás. Aha, okay. Illetve vannak olyan emberek is, akik azonnal ezzel kezdik a lónak a kiképzését, tehát zabla nélkül is mondjuk hakamorral, vagy akármi mással kezdik belovagolni a lovat, ami mondjuk a jövőben gondot is okozhat, hogyha zablára szeretné átszoktatni. Uh-huh. Én ezért vagyok inkább zablapárti. Oké. Okay. Én elfogadom ezt a választ. Én megértettem. A következő, ezt igazából egy videóban láttam, és nem teljesen értettem, ez valami hevedel dolog, ugye? Ez egy hevedel, aminek az elején van valami fém kapocs, akasztó, nem tudom mi, és gyakorlatilag a videóban, amit nem értettem, hogy a csávó először meghúzza, nem jön ki, másodjára meghúzza, kijön. És én nem nagyon láttam különbséget, hogy húzza meg. Ez mire való? Ha jól látom, akkor ez egy Dion hasvédős heveder. Persze. Philipp Dion francia ilyen lovas szerszámokat tervez. Uh-huh. Eléggé híres márka ez a Dion, de leginkább francia meg belga részegen használják. Itthon egyetlen egy bolt forgalmazza, úgyhogy borzasztó nehéz beszerezni. A csoda találmány, amit most a képernyőn láthattok, lényegében egy olyan hasvédős heveder, az a neve, hogy Clip and Ride, amiben egy ilyen gyors biztonsági rendszer van, ami azt jelenti, hogy ez a clips, ami becsúszik a hevederbe, hogyha fölfelé fejtünk ki rajta nyomást, akkor nem jön ki a helyéről, abba beakaszthatsz szügyelős martingát, bejróter szárat, igazából bármit, amit alapból a hevederre alulra becsatolnál. Külön kis lukak is vannak neki, és az a lényege, hogyha pedig lefelé fejtesz ki rajta erőt, meg húzást, akkor viszont nagyon gyorsan kijön. Abból a szempontból is nagyon jó, hogy nem kell ott folyamatosan lent a ló két lába között a csattokkal szenvedni. Mm. Viszont, hogyha ne adj Isten versenyen beleakad a martingába, vagy akárhova a lónak a lába, és lefelé fejt ki nyomást rajta, akkor azonnal kienged. Ja. Ez egy extra jó találmány, sajnos még soha nem találkoztam vele élőben. Azt tudom, hogy nagyon-nagyon jó bőrökkel dolgozik a Dion, és ahogy ezt a videóban is elmondják, eléggé vastag és jól kipárnázott a heveder, tehát amellett, hogy praktikus, biztonságos, még extra kényelmes is a lónak. Aha, oké, tehát az a lényeg, hogy fölülre vagy lefelé fejtesz ki rá hatást, és úgy jön ki, meg úgy nem jön ki. Aha, jó, értem. Amúgy miközben próbálunk komolyan beszélgetni, ezt kell néznünk. Nem, ugyanoda tedd vissza. Mondjad, cica! Igen. Következő, amit láthatok a képernyőn, ez gyakorlatilag, hát nem tudom, nekem egy szájkosályra hajaz, de nem tudtam, hogy ilyen lovakra is van. Hűha. Nibble nut, jól látom? Aha. Jó, akkor erről nagyon-nagyon keveset tudok mondani. Az első és legfőbb dolog, hogy amerikai találmány, tehát hogy szerintem ez így mindent elmagyaráz róla, szerintem Európában nem is nagyon találkozunk ilyennel. Lehet szájkosárnak nevezni. Tehát akkor ez harapós lovakra van? Nem. Ahogy lehet látni tisztán, hogy maga az orra a lónak az teljesen szabadon van hagyva, tehát a légzésben egyáltalán nem gátolja. Ez igazából terep lovaglás lett kitalálva. Igen. És például az olyan lovaknál, akik folyamatosan meg akarnak állni legelni, a gazdája vagy pedig a lovasa ezt nem díjazza, vagy nem szeretné. Igen. És ez így, hát nem is tudom, hogy mondjam, de hogy könnyebbé teszi a dolgot. Tehát a ló egy idő után rá fog jönni, hogy így nem tud hozzájutni a fűhöz, vagy az ágakhoz, vagy akármi. A lovasnak meg ugye megkönnyebbíti azt a feladatát, hogy nem kell folyamatosan a ló fejére figyelnie, hogy fent legyen, és ne oldalra vagy lefelé kapkodjon.
Ami még akár praktikus lehetne itthon is ebben a Nibble Nut szájkosárban, az azt, hogy nagyon-nagyon sokan nem tudják, de amikor permetezés, meg ilyenek történnek a szántóföldeken, akkor a maradékot legtöbbször az árkóba beöntik a traktorosok, tehát ezt nem szokták hazavinni, meg nem figyelnek arra, hogy ez hova van kijöntve, és nagyon-nagyon sok lovas, amikor terepen van, árokparton legeltet. Nem egy olyan esetről hallottam már, hogy ebbe pusztult el egy ló, hogy tehát hogy saját magát megmérgezte igazából. Ez úgy gondolom, hogy a lovasnak a felelőssége, mert nyilván tehát olyan területen, ahol nem tudod, hogy mi történik, ott nem hagyod a lovat legelni. Ilyen az, hogy kukoricás, napraforgó, repce, meg ilyen földek környékén egyáltalán nem szabad a lovat legelni hagyni, és például ez egy olyan lovasnak, aki nehezen tudja a lónak a száját kontrollálni, ez egy tök praktikus dolog lehet. De még egyszer mondom, ez egy amerikai találmány, nem ez az első szempontja, hogy ne mérgezzed meg a lovadat, hanem az, hogy tereplovaglásnál a lovas élvezhesse a lovaglást, és ne arra kelljen figyelni, hogy a ló folyamatosan legel. Aha. Na ez viszont, ilyenünk van. Tehát ugye úgy mentünk ki a longira, hogy megnézzük a gyönyörű lovakat, meg keresünk majd esetleg egy fedezőmént, meg ilyenek, meg megnézzük Szabó Gábort, de amúgy ugye hát vásárolnunk is kellett, és te vettél egy ilyen dolgot, amire én azt hittem, hogy érszorító, vagy nem tudom, nem értettem, hogy miért kell a lónak érszorító, vagy nem tudom, valami dísz a lábára, de hogy ez még egy dolog, ami a csüd közelébe megy, mert hogy oda már 6 millió dolgunk van a tiarának is, de ez még kellett. De hogy ez mire van? Hát ha jól látom, akkor egy csüdvédőre gondolsz. A legfőbb feladata ennek a csüdvédőnek az, hogyha meg van patkolva hátsó lábra is a lovad, mint például a tiara is. Igen. Ugye általában a hátsó lábra nem annyira figyelnek a lovak, mint például az elsőre, és össze szokták ütni. Ugye ez nyilván ott van a bokavédő, meg ilyenek, viszont van olyan ló, ami annyira összeüti, vagy pedig annyira versenyeken, például egy szűk fordulatban nem tud odafigyelni az ilyenekre, hogy ez erre lett kifejlesztve, hogy ott azon a kis vékony részen ne sértse fel magát a patkóval. Gyakorlatilag essük egy védelem. Hát egy védelem, igen. Egyébként meg én véleményem szerint ez a csüdnek az erősítését is elősegíti, tehát szerintem van neki egy ilyen support feladata is, meg én saját tapasztalatból mondom ezt. Honnan ismerted? Leginkább a videók és utána olvasás. Ja, aha. De és akkor, tehát hogyha teljesen védeni szeretnénk itt a csüdöt, meg az alatta lévő részt, akkor egyrészt kell egy invédő. Bokavédő, igen. Kell egy ilyen, meg még kell egy pataharang is? Nem. Ezt pataharanggal elég nehezen lehet használni, ugye a kettő az elég közel állott egymáshoz, és az kényelmetlen lenne a lónak. Aha. Illetve pataharangot nagyon ritkán használnak hátsó lábra, ha nagyon-nagyon csámpás a ló akkor, vagy pedig military szoktam még látni. Ugye a military az füves pályán történik, ott a patkóba elég nagy sarkokat szoktak tenni, tehát ott, hogyha egy picit is közelebb lép, vagy rálép a patájára, akkor ott elég nagy kárt tud magába tenni. Szóval ennek a legfőbb feladata, amire ki lett találva, az, hogy az ütéseket úgymond kivédje. Aha. És jó. Mondom, van valahol egy ilyen support feladata is. Aha. Na, a következő az egy nagyon érdekes kép, amit az interneten találtam. Annyi leesett erről a képről, hogy ez tereplovaglás, tehát ott van hátul egy terepakadály, bokorral, meg mindennel, de hogy ezzel a lóval itt mi történt? Mert ez nem megnyírás, azt jól látom, ugye? Tehát, hogy itt valami rá van kenve? Igen. Amikor egész pici voltam és láttam ilyen versenyeket, én mindig azt hittem, hogy ez ahogy megizzadt a ló. Aha. Ugyanis, hogyha megizzad egy ló, akkor például a két combja között lehet nagyon jól látni, hogy habzik, tehát elkezd egy idő után ilyen habos állagúvá válni az izzadság, és én kiskoromban a balimpen éltem, hogy ez az izzadság. Persze rájöttem már, meg utána néztem, amikor egy kicsit komolyabban belekezdtem a lovaglásba, hogy ez nem izzadság, hanem ez nem is tudom mi a konkrét neve, ennek ilyen militarira használják, ugye, ahogy jól mondtad, hogy csak terepen. Ez festi? Nem, ez egy zsír. Ilyen bolti zsír?
Hát nem. Jó, oké, ez, valami zsír, oké. Ezt a lovasboltban és lehet venni. Az a lényeg, hogy ugye a militári akadályok azok fizikailag nagyon-nagyon sokat kérnek a lótól. Aha. Egy-egy ilyen akadály az nagyon megerőltető tud lenni. És azért szokták bezsírozni így a lónak a lábait, hogyha mondjuk odaüti a lábát, vagy nem jól érkezik oda, és valamilyen leér, vagy valamiért be tudná ütni, és le tudná ezzel sérülni. Ez a zsír ez azért van, hogy csúszósabbá tegye az egész folyamatot. És ugyanolyan gördülékenyen tudjon átmenni a ló az akadályon, mint hogyha nem ért volna hozzá. Tehát, hogy mintha egy tövises bokor megvágná, gyakorlatilag ezzel nem vágja meg annyira, meg nem karcolja fel a bőrét? Hát nem is az, azért ugye elég nagy szőrük, meg elég erős bőrük van a lovaknak, tehát itt nem a karcolásokról van szó, hanem az, hogy megakad a lába. Mondjuk neked is zsíros a kezed, akkor sokkal jobban csúszik neked is minden a kezedben. Következőt is vettünk, már ilyenünk is van. Felirat alapján ez is Dion, ezt már én is meg tudom mondani. De hogy ez konkrétan mi? Itt a ló mellett, ló szeme mellett egy ilyen derékszög alakban lévő bőrcucc. Ez micsoda? Gondolom a személyhez van köze. Igen. Philippe Dion konkrétan az egyik legokosabb ilyen bőrös, akihez volt közöm, bocsánat. Szóval tényleg zseniális találmányai vannak, és ez a Dion szemellenző, vagy blinker, amit itt a képen látunk. De a szemellenző az ilyen szokott lenni a lovaknál, nem ilyen teljes. Igen, de ennek is van egy ilyen feladata. Itt nyilván annyi ugye, hogy a lónak a látószögei nem ugyanolyan, mint az embernek. Tehát elő van egy holdpont, azzal itt nem foglalkozunk, de eléggé jól látnak hátra is. Van olyan ló, ami megéd attól, hogy huppogsz rajta, hogyha nagyobb gesztikulációba kezdesz, vagy esetleg, mint a Tiaránál, ugye, amiért ezt megvettük, akivel idomító pálcát használok, és hogyha rajta ürök, mondjuk tanügetésben a pálca az folyamatosan mozog, akármennyire is fixen ülök, a Tiara is mozog, a pálca is mozog, és ez eléggé zavarja a munkában. Tehát én azt látom mindig, hogy amikor tanügetésre kerül sor, és ott van nálam a pálca, akkor folyamatosan csak hátrafelé figyel a ló, és teljesen elveszti a munkára összpontosuló koncentrációt, minden. Tehát olyankor hátrafókuszál, és olyankor csak a pálca van. Aha, értem. Ez ugye abban segít, és ezt egyébként bármilyen nagy versenyen, konkrétan minden második lovasnál lehet látni, mert tényleg annyira jó találmány, meg annyira pici dolog, de mégis ott van és nagyon-nagyon sokat tud segíteni, hogy tényleg minden második lovasnál ezt lehet látni, és azért úgy gondolom, hogy nem hiába. Én amennyire tudom, Philippe Dion, tehát a Dion márka az egyetlen, aki ezt a blinkert gyártja. Nyilván most van az ügető, meg a galop, amiben szintén lehet ilyen blinker néven, meg szemellenző néven futó maszkokat, meg ilyeneket venni. Olyat nem használunk díjugratásban, de szerintem ez egy remek találmány. Na, a következő kép az a múlt hétvégi Longines-ról van. Méghozzá ez Zordon. Igen. És Krucsó Szabolcs? Nem. Horváth Balázs? Igen. Ez az. Jó. És gyakorlatilag lehet, hogy a képen annyira nem látszik, de ott élőben eléggé látható volt, hogy van valami tapaszt a lónak az orrjukai fölött. Ez micsoda? Én egyetlen egy néven hallottam még csak erről a tapaszról, ez a flare strip. Lényegében ez egy, fogalmazunk úgy, egy orrtapasz. Ez nagyobb megereltetésnél az a lényeg, hogy amikor nagyon-nagyon zihál már a ló, vagy nagyon kapkod a levegő után, akkor összeszűkülnek neki az oljáratok, és pont ezért egyre nehezebben veszi a levegőt, meg egyre erősebben keresi. Ezt megerőltetőbb feladatoknál szokták használni. Ugye ez a tapaszt, ez gátolja azt, hogy összeszűküljenek a légjáratok, és sokkal jobb teljesítményt nyújt a rónak, ez teljesen elfogadott, tehát ez nem egy dopping. De mondjuk csak rajta láttuk, nem? Igen. Azért Zordon 15 éves már. Ja, a következő képen meglepő módon egy ló van,
akin gyakorlatilag, hát ez a dolog engem ott, a, tudod, az első meg második világháborúban voltak ezek a gázállarcok. Mm. A gáztámadás, meg az ilyen vegyi fegyver támadások ellen engem ez arra emlékeztet. Gondolom, hogy nem azért van. Nem. Tehát nem egy atomtámadás ellen van a lovaknak, de hogy ez elég creepy, ez micsoda? Ennek több változata is van. Nem tudom, hogy ezt hogy hívják. Ez is ilyen szájkosárnak nevezhető. Igen. Valami, amit a lónak az órára húznak fel. Ugye ezen is látszik, hogy vannak kis lukak. Aha, kap levegőt. Igen, igen, a levegőnek. Na most ez kétféleképpen szokták használni. Ez, ami a képen van, én ezt akkor láttam, amikor például az üllői klinikán jártam. Egy műtét, vagy akármi után, hogyha mondjuk diétáznia kell a lónak, akkor nem szabad engedni, hogy egyen. Még szalmát sem. Kikötni nem kötheted ki a boxba, mert hogy szerintem az azért egy kicsit húzós. Szóval ezek egyrészt arra vannak, hogy ne tudjon enni a ló. Ja, ugyanúgy, mint az előző, az a nibble nut. Igen, csak ugye az inkább lovagláshoz van, az könnyebben le tudná magára szedni a ló. A másik, ami nem pont ugyanaz, ami ezen a képen van, hanem ami egy rácsosabb és egy kicsit bővebb, ugyanilyen kosárszerű. Igen. Az pedig például a városban, amikor vannak ilyen fogat lovak, és lehet hintózni. Igen. Az olyan lovakra szokták feltenni, és igen, akkor tesznek bele egy ilyen, hát egy körülbelül annyira való, vagy annyira való szénet, hogy úgy elcsámcsogjon rajta a ló, nem mondom azt, hogy jól fog lakni, de lefoglalja magát. Ezt általában olyan lóknál szokták használni, ami egész nap dolgozik, vagy aha, egész nap kint van, most nem is dolgozik, de hogy igen, kint vannak a betonon. Ez pont azért van, hogy ez egy kicsit ilyen igényesebb mód arra, hogy mégiscsak tudjon közben lenni a ló. Na, ez meg egy olyan dolog, amit tervileg nem sokára veszel. Már és te nagyon izgatott vagy, igen. Yeah. Ez egy heveder. Tehát, hogy mi ebben olyan hú de fullos, hogy ezt nekünk most meg kellett rendelnünk. Igen, ez egy CBD heveder. Ugye tudjuk, hogy a piacvezető márka ugye a lovasvilágban. Ez is francia, extra jó bőrrel dolgoznak, és nagyon-nagyon innovatív dolgokkal jönnek fel konkrétan évente. Yeah. Ez a CBD 2G nyereg piacra dobásával együtt jött ki, ő a 2G heveder, ami azt jelenti, most ezt tudom, hogy néhány embernek egyértelmű, 2G az angolul a second generation, tehát ez, yeah, ez a lovaglásnak már egy ilyen okosabb, aha, okay, nem is tudom, hogy mondjam, innovatívabb. Tehát okos nyereg, okos heveder. Hát valami olyasmit. Egyrészt azért rendeltem meg ezt a hevedet, mert most nagyon-nagyon olcsón tudtam hozzájutni. Másrészt pedig azért, mert ugye nemrég jött ki ebből a sántaságból, most elkezdtem újra futószárazni, hogy újra erősödjön. És azt vettem észre, hogy például a futószáras hevedet is, amikor meghúzom rajta, még alig van meghúzva, de neki nem tetszik. Tehát látom rajta, hogy úgy kényelmetlen a dologgal, mindig ki kell húzni a lábát, megint szorítani egyet rajta. Amit nagyon fontos tudni mindenek előtt, hogy amikor egy lukkal feljebb szorítjuk a hevedert a lovon, tehát amikor húzunk, igen, egy lukkal feljebb, az 30 kilónyi erőt fejt ki a lónak a hasán, azért az elég nagy. És ezt, hát azt mondom, hogy a lovak 90%-a azért elég jól tűri. Aha. Ez a 2G heveder, amit láttok most a képen, ugye látszik, hogy végig fut benne két gumi, tehát ez a két gumi a végén, csak ugye itt nem a végén van, 10-10 centi, hanem végig fut a hevederen. Igen. Azt érdemes még tudni róla, hogy ez egy one size fits all heveder, ami azt jelenti, hogy egyetlen méretben kapható. Igen. Ez az egy macera benne, tehát én ezt egy negatív pontnak könyveltem el, hogy ez egy méret. Hogyha ez így szűk a lovadra, akkor nyújtani kell a gumikat. Ez az oka annak, hogy nem lehet annyit hallani erről a hevederről. Húzol rajta egy picit, itt nem 10 centinyi gumi fog nyúlni, mint ahogy az univerzális hevedereken. Hanem eloszlik az egészen. Hanem az egészen eloszlik. Ugye ezt már nagyon-nagyon sok márka próbálta megcsinálni, hogy ilyen nyomáselosztó szisztem, meg fú, mit tudom én. Úgy gondolom, hogy eddig ez a legsikeresebb. Egyrészt anatómiailag formált a heveder, másrészt eléggé nagy bőr területen megy végig, tehát nem egy vékony heveder. Aha. És harmadrészt ugye itt van az, hogy a végig a heveden
gumi fut, tehát te se a bőrt nem fogod nyújtani ezzel, az a bőr része a hevedernek, az mindig is ugyanakkora fog maradni, és ezt te nem fogod leterhelni azzal, hogy húzod a két oldalt. Ez akkor időtállóbb is. Időtállóbb is, így van. És tényleg az, hogy mindenhova elosztja a nyomást. Jó, hát én hiszek annak, amit mondtál. Ja, de hogy is, nem. Mi ez az okos nyereg? Ezt nem, ezt... De, tehát hogy? Applikáció, meg minden? Szerintem ez majd egy következő videónak lesz a témája. Nem már. Hogyha szerintetek nem válaszoltam meg jól a kérdéseket, meg szerintetek a képek alapján nem azt mondtam, ami a képen volt, akkor mindenképpen írjátok meg kommentben. Javítsátok ki. Vagy nekem mindent el kell hinnem, amit mondunk. Ti javítsátok ki, légy szíves. Esetleg még a Horsebook Facebook oldalán is meg tudjátok írni a véleményeteket erről a videóról. Hogyha nektek is vannak ilyen extra lovas felszerelések, amiről nem tudjátok, hogy mi az, vagy esetleg kíváncsiak vagytok rá, hogy mi tudjuk-e, hogy mi az, akkor mindenképpen kommentben, Facebookon, akárhol küldjétek. Mindenképpen engem kérdezzetek. Esetleg összegyűjtjük ezeket majd egy következő ilyen videóra, hogyha tetszett, és hogyha tetszett, akkor mindenképpen jelezzétek, így fogjuk tudni, hogy kell-e még egy ilyen videót csinálunk. Szóval akkor nyomjátok meg a lájkot, ha nem tettétek még meg, akkor iratkozzatok fel a csatornára, és nyomjátok meg a kis csengőt a feliratkozás gomb mellett, hogy azonnal értesüljetek a következő videókról. Azt hiszem, hogy mára ennyi volt. Jövő héten újra a kamera mögött. Sziasztok!